Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Stardew Valley részben. Végre esik az eső, szóval nem azzal kell majd töltenem a napjaimat, hogy... vagy az időmet. Az időmet nem azzal kell tölteni, hogy akkor állandóan ugye a veteményest ápolgatom, hanem egy kicsit mást is tudok csinálni. Egész nap esni fog, jaj, de jó. Nehéz lesz az életem. Ezen kívül van egy megélni a földeken. Itt egy tipp nektek, kalandoroknak. Ne feledkezzetek meg a fegyveretek speciális támadásáról. A kardok kivéthetik a támadásokat, ami nagyon hasznos, mikor a ragacsok nekünk ugranak. A botokkal rá lehet csapni a földre, ezzel elrepítve az ellenfeleket. És egy törrel szupergyors tripla csapást végezhetünk, csak óvatosan. Oké, ezt észben tartom. Én viszont kiégetek egy kis rezet. Ide. Ezt már nem tudom kiégetni, hanem leteszem a többi érc mellé. És ezeket viszont lehelyezem. A tűzkvarcot szerintem én el tudom vinni. Vagy azt már elvittem? Hát nézzétek, meg nem emlékszem rá. Képzeljétek el, hogy mostantól elérhetőek a termékeim az MC Shop weboldalán, a videó leírásába beraktam a linket, nézzetek szét, hogyha érdekel titeket, és köszönöm, hogyha ilyen módon is szeretnétek támogatni. Aha, lehet, hogy azt már elvittem. És meg kéne vennem majd egy 5000 gés csomagot, hogyha már így itt vagyunk. Illetve ti azt mondtátok, hogy ezt a mézes dolgot egy ilyen virághoz tegyem oda, és akkor elvileg majd lesz nemes mézem is. Szóval nem elég az a sima virág. Szinte amúgy minden elkészült. Nagyon jó. Legalábbis itt fent. Oké, jöhetnek az állatok. Bár mondjuk itt még alul van egy-két dolog, amit le kéne szedni, de hát most igazából tök mindegy. Na. Akkor jöhetnek a helyelős feladatok. Jaj, de jó, hát eddig mindegyik adott. Ilyen is ritkán fordul elő, hogy mindegyik ad nekem. Egy új tojás kell neki, de megtelt az épület. Ó, el kéne adni az egyik csibeszt. Hogy várjatok, én ezt tudom fejleszteni, nem? Csak mondjuk 11 ezeren van, az nem jó. Akkor mindegyiknek köszönök, aztán utána majd a tojást azt majd kitalálom. Vigyél Pierre-nek egy kis sashimit, azt majd megcsinálom. És hogy vagyunk a zöldbabokkal? 74. Jó, hát akkor a zöldbabokat azokat leteszem. Nem ide kell berakni, vagy mi? Ó, hát persze, nem ide kell berakni, hát nálam van. Vagy majd kiderül, most hirtelen nem tudom, nem merem abba berakni, mert lehet, hogy nem is oda kell berakni. Én erre gondoltam, hogy ez az a kis láda. Szerintem ez az, nem? Igen, ez az. Még lent itt körbenézek, bár már 13:10 van. Elkészült a cseresznye is, viszont azt most nem szedem le, mert azt mondtátok nekem, hogyha egyszerre szedem le, akkor többet fog érni, hogyha eladom. Mármint nem úgy nyilván, hogy most hármat leszedek egyszerre, akkor nyilván háromszor annyit ér, mint hogyha egy darabot szednék és azt adnám el egyedül. Hanem gondolom úgy, hogy megnövekszik egy darabnak is az ára. Értitek? Legalábbis én így értelmeztem, amit írtatok. És akkor kell csinálnom egy sashimit. Megnézzük, hogy azt hogy kell elkészíteni. Hogy mit ír hozzá, ez az, bármilyen hal. Jó, akkor egy halat beáldozok. Mondjuk melyik legyen? Sügér. Legyen a sügér. És már el is tudtam készíteni. Ezen kívül egy póréhagymát kéne vinnem, de az nincsen. Tintahalam nincsen. És a legaljáig is le fogok jutni. Jó, na menjünk Pierrehez, még gyorsan idő előtt. Amíg ugye be nem zár a boltja. Szevasz Pierre, jöttem a sashimivel. Egy. Pá-pá! Épp ideje már reszketni kezdtem, annyira megkívántam ezt a halat, nyammog. Ez jó, köszönöm Ajda. Mennyit adsz nekem? 1000 gét. Hoppá! Az igen. Az igen. Viszont ha már itt vagyok, akkor ide gyorsan belesek, és megnézem, hogy... Jaj, ne, eláztál! Igen. Hogy a farm épületeknél a fejlesztés az mennyibe kerül. Nem ez, nem ez. 4 istálos állatnak. Jaj, lehet még pluszba csűrt is. Luxus csűr itt van, 20000 G. Automata etetővel vehetsz nyulat. Ó, luxus csűr.
Aha, szóval nyuszit tudok venni. És 20 000 G, hát az jó sok. 105! Ajaj. Menj már! Mi? Nem tudtam megölni, hát nézzétek meg. Most ez mi? Ah, jó, oké. Kicsit megijedtem most. Makitekercs, jó. 3 támadás. Mondjuk ezt még szerintem tök felesleges megenni. Inkább csak keresse meg a lejáratot, és jussak le. Most ez a legfontosabb. Ó, hát nem igaz. Hol van már ez a... Jaj, lejárat. Nézd meg. Nem tudom, mi van velem. Jó. Most már azért megeszem inkább. Jó, köszi. Vissza kell szoknom, mert itt elszoktam ettől az egésztől. Soha nem találom meg a lejáratot szerintem. Ráadásul ott van az a tűzcsóva is. Még ezeket itt megpróbálom szétszedni, hát ha itt van. Ah, nem, ez tuti ott lesz amúgy. Ó, nem hiszem el. Na jó, menjünk oda. Na nem igaz, nézek ezt a mozgó követ, kösz. Hú, jó sokat leszedett. Ja, nem. Az a másik vonalka. Hol van a lejáratom? Hát ha nem itt lesz, hanem a másik oldalon, akkor megörülök. Ne! És a másik oldalon lesz, mi van? Na jó. Végre! Oké, ezt itt összeszedem. Ja, itt van ez a kőből készült kis páncélos egyed. Csak jussak le. Meg ne legyenek ilyen szörny inváziók, mert azt nem szeretem. Ez mindig olyan stresszes, és hirtelen össze-vissza fogok kattingatni, viszont ha már itt vagyok, akkor ezeket a gombákat azért összeszedem. Tudom, hogy ott a lejárat, csak ha már ennyi gomba van itt, akkor... Ha, na mindegy. Menjünk inkább le. Itt volt rögtön ugye a lejáró. Jó, ezt gyorsan itt összeszedem. Hát ez nem jött össze, hogy esetleg itt legyen. Ez elég könnyű volt. Itt is lemegyek. 108, és akkor majd 109, 110. Én azért ezt megeszem. Bár lehet, hogy energiában nem ad annyit, de azért adott jó. Remélem amúgy ide is fog majd vezetni a vasút, mert ugye nagyon sok helyen láttam. Jaj, nem már. Na, már jön a kis denevér, ezt nem hiszem el. Na, menj már. Kösz. Ide lemegyek. Ó, nem igaz, hogy ide is követ. Na, még egy nagyot kap. És kész is. Menj már! Ez ilyet tud? Ó, na jó, ezt megesszük. Megpróbálunk lemenni. Kösz. Ezt is szétszedjük. Oké. Vissza ide. Jó. 109-nél vagyunk, még a 110-hez egy kell. Hát egy szintet azért csak ad. Valamiért nagyon balra húz a szívem. Na gyere, nagyon lassú vagy. Köszönöm szépen. Feltűnően csönd van. Na még egy. Ó, na egy a gond, az idő. Na mindegy, gyorsan le kell jutnom a 10-re, Éci. Csak engedj oda le. Tudom, hogy kezd késő lenni, de nem találom meg azt az egyet. Gyerünk már! Azt az egyet, nem igaz? Ott van! Nem érdekel. Jó. Uhú! Hogy néz ez ki? Űrcipő! Mi ez, valami űrszint lesz? Hát én ezt akkor fel is rakom. Köszönöm szépen, és hát akkor megyek is. Jó, a 0-ra, és utána haza ezzel a vasúttal. Méghozzá busz megálló. Jó. És akkor így haza is érek időben. Szenzációs, hogy leértem a 110. szintre, de ez az űrcipő, ez nagyon érdekes. Ez azt jelenti, hogy akkor ilyen
nem tudom, űrös lesz a következő pár szint, a következő 10. 4500 és 130, akkor ilyen 4640-et összeszedtünk. Azért az nem rossz, jó jön, de még mindig nem 20 000, szóval mivel kedv van, ezért elmegyek Pierre-hez, és megpróbálok eladni még 3000 forint értékben. Forint? 3000 G értékben valamit. Holnap tiszta és napos idő várható, tökéletes az idő az ünneplésre. Az esemény virágtánc, az erdőben kerül megszervezésre, 9 és 14 között ne késsenek el. Ó, a jó öreg virágtánc, rendben. Semlegesek. Milyen cuki ez az alma. Jó, kaptam is egy levelet. Kedves Ajda, holnap mind összegyűlünk a virágtáncra. Ha találsz magadnak egy partnert, akkor akár te magad is részt vehetsz a táncban. Van egy kis tisztás az erdőn túl, ami a várostól nyugatra van. Ott tartjuk meg a táncot. Ha érdekel, akkor reggel 9 és délután 2 között gyere el, Luis. Ó, lehet, hogy ezzel a zöld babos feladat az kész lesz, bár szerintem még pont. Á, lehet, na majd ugye kiderül, úgyis ki fogja írni. Illetve meg kell nézni, hogy amit leadtunk, az valóban a 96 még 4 darab kell, és 84-et adtunk le, akkor jó ládába tettük, akkor én ezt a maradékot berakom a ládába. Ezt pedig itt berakom az újrahasznosítóba, és ebbe a kis ládába kell belehelyezni. Jaj, de jó! És szerintem egyébként lehet, hogy eladom az epret is. Jó, mindegy, menjünk el oda Pierre-hez, és akkor az állatokat még meg kell csinálnom időben, szóval lehet, hogy akkor most fordított lesz, hogy először elmegyek megcsinálni az utolsó 10 szintet, és akkor utána az állatokat, bár azt mindig elrontom, mert ugye ők lefekszenek aludni, és akkor már nem lehet velük mit kezdeni. Ú, Pierre, annyi szajrét hozok. Csühű. Jó, azt mondja, szerintem ezt adjuk mind el, ezt is, és ezt is. Ezek nem kellenek most. Oké, eddig 30 ezer. 30 ezer? Az hogy? Ezt is eladjuk. Még azt szerettem volna megnézni, hogy Szemnek kéne egy pizzát venni. Nem tudom. Azt szerintem nem itt, hanem Gásznál kell, viszont ő délben nyit ki, ha jól emlékszem. Hazamegyek, telefonálok egyet Robinhoz. Megnézem, hogy a luxus csűr az mennyibe kerül, vagy milyen alapanyag kell hozzám, mert szerintem ahhoz kell fa is, meg ilyesmi. És akkor azt még gyorsan megveszem 17 előtt. És nem szabad, hogy más elvonja a figyelmemet. Azt mondja Robi. Hello, hello, bla 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 bla. Épületfejlesztés. Ja, itt van. 20 000 G, 200 kő, 500 fa. 200 köven van, 500 fa kell. Ujjajjaj. 500 fa kell. Na, ebbe ennyi van. Nézzük meg, itt van-e fám. Tökéletes. Megyünk is Robinhoz. Oké, hello. Üdv Ajda, üdv Robin. Szeretném ezt fejleszteni. Épületek festése, építés. Válasz egy fejlesztendő nagy sűrt. Ez az. Patty. Oj, de jó! Oké, el fogom készíteni az általad rendelt csűrfejlesztést, és holnap után kezdek. Az ünnepnapokon mindig pihenek. Ó, az ünnepnapodat meg azt. De izgalmatos. Na, menjünk. Kicsit félek, de menjünk. Kíváncsi vagyok, hogy itt mik lesznek. Van egy olyan érzésem, hogy itt halálfejek lesznek, amik repülnek. Neha. Ott látok is egyet a falban. Ez biztos jó előrejelzés. De inkább itt lemegyek. Ó, az mi? Csak nagyon ilyenek szörnyek, léci, köszi. Jaj, nem már. Ez jár, de nem? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Oké, eddig csak ilyen kis ragacs van. Aha, meg az a fekete cucli. Jó. Ez eddig egész jó. Na most. Oké. Ez megvolt. Ó, és pont itt a lejárat. Az a jó, hogy itt rengeteg kő van. Bármelyik alatt megbújhat ugye a lejáró. Hát itt nem bújt meg. Nem annyira örülök neki. Majd kell ennem. Ott van, siess le. Ó, erről van szó. Jaj, de jó! 115, még 5 szint.
Csak úgy zsalok lefele. Jaj, már. Gyere csak ide. Na, mi van? Kösz. Bocsi. Bocsi. Úristen, ez micsoda itt. Nem akarok szétnézni, nem merek. A lejárót akarom megkeresni, majd utána szétnézek. Próbáljuk ezt a furcsa zsemlét. Nézzük meg. Semmi. Nincsen benne semmi. Nem tudom, hogy mi ez a lilás cucit. Ó, oh, ez mi? Aquamarin. Nem ez kell? Ja, nem. Nem ez kellett. Ez mi lehet itt? Ah, ez a sín. Ha majd egyszer működni fog. De jó! Ez mi ez a zöld ott? Itt a lejáró amúgy. Smaragd! Jaj, de szép! Nagyon tetszik nekem a smaragd egyébként. A valóságban is. Ah, nem volt benne semmi. Zsákba macska. Nulla értékkel. Ez a 119. Ha! Leértem! Napló frissítve! Ott egy kígyó. Mi van ebben? Valami koponyakulcs. Megtaláltad ezt? Koponyakulcs! Nem tudod, hogy ez mire való, de fontosnak tűnik. Bekerült a pénztárcádba. Ezt el se hiszem. What? A koponyakulcs. Találtál a bánya legmélyén egy furcsa kinézetű kulcsot. Fedezd fel a koponyakulcs célját. És akkor nincs itt az, hogy érj el a bánya legmélyére? Vagy ez most mi? Ez elég szomorú. Mármint, hogy... Oj, hát ez durva. Megcsináltuk a küldetést. Akkor ugye itt van bent a pénztárcában koponyakulcs, nagyító és medvék tudása. Ez mi itt? Vát? Szét tudom ezt szedni? Ez micsoda? Hát te? Jű, atta... Törpe. Nem tudom elolvasni. Hát akkor ide csak azután tudok jönni, hogy megértettem a nyelvüket. Nézzük már be egyébként ide a shopba, mert lehet, hogy akkor egy kicsit felfejleszteném magam. És hogy állunk egyébként ezzel? Szörny kiírtási célokkal. Ragacsból... Ó, elég keveset öltünk. Denevérből viszont egész sokat. Üres lelkekből is elég kevés. 81 csontváz. Barlangi rovar, viszont 111-e 125-ből. És nagyon sok van még. Ezekből meg semmit nem is öltünk. Erre kéne most fektetni a hangsúlyt, viszont nézzük meg, hogy van-e bármi. Tájgy visszaszerző szolgáltatás. Az mi is? Űreszencia, teleportotam. Ó, ja, hogy ezeket én elvesztettem. Hát ezt köszönöm, de megveszem. Rendben van, megnézem, hogy ma este megtalálom az elveszett talált egy kereket. Holnap reggel bedobom a postaládádba. És ennyi? És most... Oh, csak hogy egyet tudtam visszaszerezni, hogy ez hogy van. Erős penge, amit forró lávában készítettek. 55-64, és nekünk ez van most. Hát ezt meg kéne venni, de ez 25 ezerbe kerül! Na jó, hát akkor erre gyűjtünk most szerintem, de várjatok nekem minek denevérszárny, meg ilyenek, hogyha ezeket el tudom adni, nem? Ezt is eladtam, jó. Szupi, kaptam egy icipicike kis lovettát. Amúgy megveszem a pincébe azt az 5000 gés csomagot. Költsük el ezt a kis maradékpénzt is. Igen, ez az. Na mi van benne? Minőségi trágya. Uksi, és akkor már csak 25 ezer, meg 10 ezer van. Ó, a tűzkvarcot el kell vinni Gunternak. Na jól van, hát menjünk aludni, aztán meglátjuk, hogy mennyit sikerült összeszedni, de szerintem nem olyan sokat sajnos, és mivel holnap szerda, és még virágtánc is, ezért hát ez nem fog sokáig tartni, ráadásul szemmel se vagyok még olyan viszonyban. Bányászás 8. szint viszont szintlépéssel, plusz egy csákányjártasság és új barkácsolás recept, mega bomba. Lehet, hogy akkor majd fel tudom robbantani azt a részt, amit egyszer még régen streamben mondtatok nekem, és 6470-et sikerült összeszedni. Az nagyon jó. Azért az egy szép. Szép summa. Csak így immelámmal bedobáltam egy-két dolgot. Viszont szerintem a következő részt, azt már egy következő videóban fogom bemutatni nektek,
és nagyon szépen köszönöm a figyelmet és azt, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Szerintem szuper teljesítményt értem el, ugyanis sikerült lejutni a bányáknak a legalsó szintjére, elnyerni egy űrcipőt, amit ugye itt fel is vettem. Ezen kívül pedig megkaptuk azt az érdekes koponyakulcsot, hogyha ezzel kapcsolatban tudtok bármit, spoilermentes segítséget adni, azt nagyon megköszönném, hogy mégis merre induljak el, mert fogalmam sincs, hogy hogyan tudnám megtalálni a célját ennek a kulcsnak. Azt sem tudom, hogy hova használjam, szóval abszolút nem tudom, hogy milyen irányba induljak el. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a következő részekben találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!